I would like to read, or I would like something to be read to us this morning. Olvassunk föl valamit. From the Gospel of John. János evangéliumából. And chapter 20. A 20. fejezet. And if we could please read from verse 1 to verse 9. Az első verstől a 9. versig. John chapter 20 verses 1 to 9. I should read it? Yes, please. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Amen. Till then. The first Easter. Az első húsvét. In verse 1 we read about Mary Magdalena. Az első versben Mária Magdolnáról olvasunk. She went to the tomb. Vagy a magdalai Máriáról, aki elment dark. A sírhoz, még sötét volt, hajnal and volt. She saw, és látta, that the stone had been moved away. Hogy a kő el van mozdítva. So she immediately assumed that something had happened. És azonnal lejött neki, hogy valami történt. And she went running to Simon Peter. Szaladt Péterhez, hogy jelentést and her tegyen. Conclusion was, és az ő maga következtetése az volt, hogy they have taken the body of our Lord. Hogy elvitték az Urunknak a testét. They have stolen the body of our Lord. Hogy ellopták az Urunknak a testét. She doesn't tell us who they are. Nem azt mondja, hogy ők voltak. But something has happened. De valami történt. Yeah, because I have seen it. Mert én láttam. And sometimes in English we say seeing is believing. Angolul néha azt mondjuk, hogy ha látom, akkor hiszem, ha látom. The stone has been rolled away. Láttam, hogy a kő el van hengerítve, és ezért someone must have stolen the body of our Lord. Valaki biztos, hogy ellopta az Úrunknak a testét. Más következtetést nem tudok levonni. But then as we go through this story, ahogy végigolvassuk a történetet, we read that Peter and John they start to run to the grave. Olvassuk, hogy Péter és János rohannak a sírhoz. And I guess Peter is a little bit older. Úgy tippelem, hogy Péter egy kicsit idősebb. He is a little bit heavier. Kicsit talán testesebb. And so John got to the tomb before him. Tehát János hamarabb odaért a sírhoz. The stone has been rolled away. A kő el lett gördítve. But maybe he's frightened or maybe he's full of reverence. Lehet, hogy megfélemledett, vagy lehet, hogy tele van tisztelettel, és megállt, vagy megilletődött. And he looks inside the tomb. Megállt, és benézett a sírba. And he sees the grave clothes and the burial cloth that had been around Jesus' látja head. Azokat a temetési lepleket és kis ruhadarabokat, amikkel Jézust eltemették. And then 10 minutes later. Aztán 10 perccel később lihegve. Simon Peter arrives. Simon Péter is megérkezik. He's not afraid. Ő nem fél. And there's no reverence in his heart. Nincs az ő szívében nagy megilletődöttség. And he goes in. Bemegy. And he sees. Látja. As well. Ugyanazt. And he thinks, what on earth has happened here? Mi a csuda történhetett itt? And you know we see various situations. Mi látunk különböző helyzeteket. And in the Greek language, a görögben, the New Testament was written in Greek. Ugye az Új Szövetség az görögül lett írva. There are a number of different words that are used here. Különböző szavakat használnak itt. So the first word is when Mary Magdalena went to the tomb and saw.
Az első szó, amikor Mária Magdaléna odament a sírhoz és látta. The word that is used there is blepo. A blepo szót használja itt. Yeah. She looked. Ő nézett. With her human eyes. Az emberi szemeivel. With no discernment. Mi az a discernment? With no spiritual insight. Anélkül, hogy szellemi látása lett volna. And it's obvious. És ez nyilvánvaló. The stone has been rolled away. Hogy a kő el lett hengerítve. Therefore they. Ezért ők valakik jöttek és ellopták a Jézusnak a testét. That's obvious. Ez nyilvánvaló. What else could have happened? Hát mi más történhetett volna? Then John comes. Aztán János jön. And he looks into the tomb. És benéz a sírba. And he's trying to find a reason, an answer. Ő próbál egy választ, egy okot találni. And the Greek word that is used here. Amit a görög szó itt használ. Means that he was trying to find an answer. Hogy próbált kitalálni valami választ rá. And actually, I've forgotten the exact word, but it's a word where in German and English we get the word theory. From. A görög szót elfelejtettem, de az angolul is, németül is a teória szó az, ami itt használnak. What could possibly be the reason for all of this? Mi a csoda lehet az oka ennek? But then Peter comes. Aztán Péter jön. He runs into the grave. Bezrohan a sírba. And he, the same as Mary, the word is blepo. Ugyanazt a szót használja, a blepót, mint Máriánál. What on earth could this mean? Mi a csoda lehet ez? Jesus is not here. Jézus nincs itt. Jesus is not here. Jézus nincs itt. Yeah, okay, what does that mean? Hát ez most mit jelenthet, ha? But then John comes. Aztán János jön. And he looks. És ő nézi, és ő látja. But then a completely different word is used. De teljesen más szót használnak itt. It's the word idol. Az idol szót. And that means he looks with insight. És azt jelenti ez, hogy belső látása he van. Still doesn't understand. Még mindig nem érti, ő sem. He says here, he still did not understand from scripture that Jesus had to rise from the dead. Itt írja az írás is, hogy még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia. But at the end of verse 8 he said he saw. A 8. vers végén azt mondja, hogy látott és hitt. He saw and believed. Látott és hitte. Yeah. Now in Luke chapter 24, a Lukács 28. fejezetében, and verse 16, 24. fejezet, 16. versében, there are two disciples who are going away from Jerusalem to a place called Emmaus. Két tanítvány megy Jeruzsálemből Emmaus felé. And as they are walking, ahogy sétálnak, a man joins the group. Valaki, egy férfi csatlakozik a csoportjukhoz. And it's Jesus. Ez Jézus. And they look at him. Ránéznek. Maybe they think he looks familiar. Lehet, hogy azt gondolják, hogy de ismerős. I've seen him somewhere else before. Lehet, hogy már láttam őt valaha. But the Bible tells us. De a Biblia azt mondja. That although they saw him, they couldn't see him. Habár látták, de nem látták. Because nem ismerték föl. They looked at him with blepo. Mert a blepóval, az emberi szemükkel néztek. It was just a natural way of. Yeah, the natural view, just looking on the surface. Csak az emberi látással láttak a felszínt, amin látszik. And a they szemeddel. Were absolutely astounded when he asked them, "What's the matter with you guys?" És aztán teljesen meglepődnek, amikor megkérdezi Jézus, hogy hát mi a baj veletek, fiúk? And they say, "Are you the only one in Jerusalem who's hát, not heard?" Jeruzsálemben te vagy az egyedüli ember, aki még nem hallotta ezt. Yeah, what is that? What is that? What I've not heard? Hát mi az, amit még nem hallottam? It's about Jesus of Nazareth. Hát a názáreti Jézus. We thought he was the Messiah. Azt hittük, hogy ő a Messiás. We followed him. Követtük őt. We were with him. Vele voltunk. And then they took him. És aztán. And they crucified him. Fogták és megfeszítették. And now this is the third day. És ez a harmadik nap. And the women are talking about something. Hát az asszonyok beszélnek valamiről. They're saying that he's risen from the dead. Azt mondják, hogy föltámadt a sírból. That's just women's talk. Hát ez csak ilyen szélbeszéd. What do they know? Mit tudnak azok? Jesus said to them, "You idiots." Jézus azt mondja, ti gyenge elméjűek. Yeah. It's all in the scripture. Hát minden le van írva. It's been written in the scripture. Az írásokban, a Bibliában right benne van minden. Beginning.
az egész elejétől kezdve. A teremtés könyvétől kezdi az Ószövetségen végig magyarázza. Hát nem tudjátok? Isn't it written? Hát le van írva. Have you never read? Soha nem olvastátok még? I've read the Bible. Olvastam a Bibliát. I've read the Bible many times. Sokszor olvastam már. I've read it again and again and again. Újra meg újra meg újra. I know the Old Testament. Ismerem az Ószövetséget. And sometimes I sit in a meeting. De néha ott ülök egy találkozón, és valaki elkezd beszélni az Ószövetségről. Oh, hát ezt én még soha nem hallottam. Ezt én még soha nem olvastam. Because when I read the Old Testament, I read with a blepo view. Mert amikor az Ószövetséget olvasom, akkor ezzel a blepo nézéssel, emberi nézéssel olvasom. És azt mondja az Úr, várj egy pillanatot. Csak egy perc. Not blepo. Nem a blepóval, az emberi szemmel, hanem az idolval, a szellemi belső látásoddal olvasd. Yeah, because the prophets have been prophesying about this Jesus. Mert a proféták Jézusról, erről a Jézusról profétáltak. Many, many, many years. Sok-sok éven át. We heard a wonderful word this morning. Nagyon csodálatos igét hallottunk ma reggel a Róma első fejezetéből. In fact, I wondered, should I preach about this? Gondolkoztam is rajta, hogy erről kéne beszélnem. Paul introduces himself. He says, Paul, amikor Pál bemutatja magát, azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak a szolgája, aki apostollá lett. Set apart for the gospel of God. Az Isten evangéliumától, mi van ott? Evangéliumának hirdetésére elválasztva. The gospel he promised beforehand through his prophets. Az az evangélium, amit már korábban régen megígért a prófétái által. Yeah, I've been talking about this for since the beginning of time. Amiről már a kezdetek kezdete óta beszél. The prophets have been prophesying about it. Amit a próféták már réges-rég mondanak. You have been reading the Bible at school. Olvastad a Bibliádat az iskolában. You've been learning large portions of it. Off by heart. Sokat megtanultál belőle fejből, memoriterként. Ott vannak az ígéretek az Ószövetségben. About the coming Messiah. Az eljövendő Messiásról. That he would suffer. Arról, hogy szenvedni fog. But that he would rise again from the dead. És hogy újra föl fog támadni a halálból. Read the Bible with idol vision. Ezzel az ájló látással, ask szellemi látással olvasd a Bibliát. Kérd az Urat, hogy hadd lássál bele a dolgokba. And you know, at the end he says in this gospel. És a verse 5. Az ötös versben azt mondja a végén. Verse 4, sorry. He négyesben, says, bocsánat. Ez az a örömhír. It is sealed. In this gospel Jesus is declared to be the Son of God. A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Because of his resurrection. Mert föltámadt. From the dead. A halálból. Yeah. Nobody else has done that. Senki más nem tette ezt meg. You see, these first verses. Ezek az első versek. Paul is writing to the church in Rome. A római gyülekezetnek írja Pál. Where was Rome? Hol volt Róma? Rome was in Italy. Olaszországban. Hát még most is ott van. It was in the center of the Roman Empire. A római birodalomnak a központjában. And there was the emperor, és ott volt a császár, aki irányított mindent. And Paul begins to talk about the gospel. És Pál elkezd beszélni az evangéliumról. Now because we are Christians, de mivel mi keresztények we know what vagyunk, the gospel is. Tudjuk, hogy mi we az have a gospel evangélium. Of Matthew, Mark, Luke, Máté, and John. Márk, Lukács, János evangéliumát is ismerjük. This is the gospel here. Ez az evangélium. And otherwise we don't use this word. Másképp nem használjuk ezt a szót a mindennapi életben, today egy evangélium. It's a Christian word. Ma ez egy keresztény szó. Szakszín. But in Roman times, de a római időben, this evangelion, ez az evangélium szó. This good news. Új, jó hír. It has a special meaning. Új, különleges jelentése volt. This was the day when the emperor had his birthday. Ez a császár születésnapját jelentette. And they would celebrate. És megünnepelték. And they would have a holiday. És akkor szabadság volt mindenkinek. But Paul says, I'm an apostle for the gospel of God. Pál azt mondja, hogy az Isten evangéliumának az apostola vagyok én. This evangelion, it doesn't make us celebrate the birthday of the emperor.
ez az evangélium nem a császár születésnapját ünnepli. This evangelium was promised to us by the prophets who lived many years ago. Hanem ezt az evangéliumot a proféták már réges-régen megígérték. Well, you know, when the emperor was born, tudjátok, amikor a császár született, they had soothsayers. Announcing. Yeah, they're fortune tellers, yes. Tehát voltak jövendőmondók. And they would say something nice about this baby. És akkor erről a gyermekről valami gyönyörűt mondtak. But that didn't happen with Jesus, did it? De hát Jézusnál is ez történt, nem? It was spoken about him hundreds of years. 100 éve már beszéltek róla. Moses spoke about it. 100 évekkel ezelőtt már Mózes beszélt róla. Abraham spoke about it. Abraham már beszélt róla. David spoke about it. Dávid is beszélt all róla. All the prophets, Isaiah and Jeremiah. Proféta Ézsaiás, Jeremiás. In Micah we read the Messiah will be born in Bethlehem. Mikeás megírja, hogy hát a Messiás majd Betlehemben fog megszületni. Everything was written about him. Minden le volt írva már róla. Not just one or two fortune tellers. Nem csak egy-két jövendőmondó által. All the prophets spoke about him. Már az összes proféta beszélt róla. And says he's a descendant of Jesus, of David. És azt mondja, hogy Dávidnak a leszármazottja. David was a king. Dávid volt a nagy király. We read in Matthew's gospel and also in Luke's gospel. Máté és Lukács evangéliumában is olvassuk. The genealogy. A nemzetségtáblát. And we can follow back. Jesus is a descendant of David. Követni, hogy Jézus az Dávidnak a leszármazottja. And the emperor Nero. És a Néró császár. He was also the son of the emperor Claudius. Claudius császárnak volt a leszármazottja. Well, that's where his genealogy finishes. De hát itt vége van a családfájuknak. That's it. Ennyi. Well, okay, that's still good. Hát ez jó, ez mind megint nagyon jó. But Jesus. De Jézus. Was declared with power. Erővel lett kinyilvánítva, ki jelentve. To be the Son of God. Hogy Istennek a fia. By his resurrection from azzal, the dead. Hogy föltámadt a halálból. Jesus Christ. Jézus Krisztus, a mi Urunk. Oh, that's good, isn't it? Jesus Christ, our Lord. Jézus Krisztus, a mi Urunk. Milyen jó ezt mondani. That's something for the church. Ez valami, ami a gyülekezetnek egy kezdet. This was extremely political. Ez nagyon politikai, különlegesen politikai dolog volt. Because when a soldier became a soldier. Mert amikor egy katona katonává vált, he would have to make an oath. Egy fogadalmat tett. And he would say, Caesar, our Lord. És mondta, hogy Cézár a mi Urunk. And on this evangelion day, és ezen az evangélium napon, the people would come with incense. Az emberek jöttek. And they would burn it in the temple. A tömjénnel, áldozattal és a templomban égették azt el. Caesar. Caesar, our Lord. És mondták, hogy Cézár a mi Urunk. Caesar, Kurios is a Greek word. A görög szó erre, Cézár, Kurió. Paul says no. Pál azt mondja, hogy nem, nem, nem. Jesus Christ, our Lord. Jézus Krisztus a mi Urunk. That what we speak so easily. Amit olyan könnyen kimondunk. Was the reason why thousands of our brothers and sisters were killed. Ez emiatt, az ok miatt ezreket, testvéreinket öltek meg. Wow. And he says through him and for our name's sake. És rajta keresztül verse 5, we receive grace and apostleship to call people from among all the nations to the obedience that comes from faith. Aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. So let me encourage you. Hadd bátorítsalak benneteket. When you read God's word. Amikor olvasod Istennek az igéjét. Don't read it blepo. Ne a blepóval olvasd. But read it with eidos. Hanem az eidosszal olvasd. Give us insight, Lord. Ami belsőt ad. Give us insight. Ami bennünk van, belátást ad. And these two disciples, they going with Jesus. Amikor ez a két tanítvány sétál Jézussal. And they said, oh, we live here. Azt mondják, hogy itt lakunk. This is our house. Ez a mi házunk. Okay, Jesus said, it's nice to have been talking to you. Goodbye. Ó, jó, hogy találkoztunk. Sziasztok. And they said, no, wait. Ne, várj. It's nearly dark. Hát már sötétedik. You can't go any farther.
Ne menj tovább. Come in and eat with us and stay with us tonight. Egyél velünk, aludj nálunk. So they make a meal. Készítettek egy ételt. They put the meal on the table. Rá föltették az asztalra, felszolgálták. And they said, "Will you please pray for us, bless the food?" Kérlek, megállnád az ételt, imádkoznál? And what happened? És mi történt? Did they see the nail marks in his hands? Látták a szögek nyomait a kezén? Was it a certain prayer he prayed when he took the bread? Vagy egy bizonyos imádságot mondott a kenyér mellé? Vagy ahogyan a kenyeret fogta? But something happened in the sight. Valami történt a belső látásukban. The eyes were opened. Ami miatt kinyílt a szemük. No longer were they looking and listening to him with blepo. Már többé nem csak a blepóval nézték és hallgatták, hanem az Eidosszal. Then their eyes were open and they saw that's Jesus. Fölnyílt a szemük és látták, hogy ez Jézus. That's Jesus. Ez Jézus. Too late, he was gone. Hát túl késő, elment. He was gone. Elment. So Mary saw. Tehát Mária látta. John saw. János látta. Peter saw. Péter látta. Mary had her explanation. Máriának volt egy magyarázata. John and Peter, they were struggling. János és Péter szenvedtek vele, hogy mi lehet az oka. But then John saw and believed. De János látta és hitt. He saw with revelation. Ezzel a kinyilatkoztatással hitt. He still didn't understand everything. Még mindig nem értett minden részletet. But he realized God is at work here. De arra rájött, hogy Isten dolgozik itt. We have a guy in the Old Testament. Van egy fickó az Ószövetségben. And his name is Jacob. Jákobnak hívják. He wasn't a good guy. Hát jó fickó volt. And he cheated his brother. Becsapta a testvérét. And he cheated his father. Becsapta az apját. And he was running away. Aztán elszökött. The mother had told him, "Go to my brother." Azt mondta az anyja neki, menj az én bátyámhoz. So that's where he was going. Hát oda ment. And when on his way, he had to have a rest. Az egyetlen mód, ahogyan megnyugodhatott. And it was in a field. Ahogy lepihenhetett, a mezőn volt. Like any field here in Hungary. Hát mint a bármelyik mező itt Magyarországon. He lay down in the field and he went to sleep. Hát lefeküdt a mezőn és now, did he have a dream or did he see a vision? Látott egy álmot, egy látást. But anyway, the heavens were open. Minden esetre a menny megnyílt. And he saw a ladder going to the. Látott egy létrát, amint fölment a mennybe. And he saw angels descending and ascending. És látta, amint jönnek mennek az angyolok rajta. Going up and down, going up and down. Mennek le és föl, viszik az üzeneteket. And the next morning, when he másnap woke, reggel, amikor fölébredt. Genesis 28 verse 16. A 2 Mózes 8. fejezet 16-os vers azt mondja. Surely. Biztosan, egész biztos. The Lord is in this place. Az Úr van ezen a helyen. And I was not aware of it. És én nem tudtam. You see, we come to church on Sunday morning. Eljövünk gyülekezetbe vasárnap reggel. And we were here last Sunday. Itt voltunk múlt vasárnap and is. And we were here the Sunday before. Meg az előző vasárnap and the is. Before. Meg az előtti and the Sunday is. Before. Meg az előtti vasárnap. I have a friend who's a pastor. Van egy barátom, aki pásztor. And I think he said he was born on a Thursday. He was born on a Thursday. Csütörtökön született, azt mondta. His dad was a pastor. Az apja pásztor volt. So on Sunday his mother took him in a little carrying thing like this. Egy Mózes kosárban. This little fellow here. Mint ez a kis fickó itt elvitte vasárnap már az anyukája gyülekezetbe. So the first Sunday he was on earth, he was in church. Tehát az a földbeli első vasárnapján már a gyülekezetben volt. And he'd been in church every Sunday since. És aztán minden vasárnap gyülekezetben last year volt. He had his 50th birthday. Most már az 50. Yeah. Születésnapja van a vasárnap a gyülibe. We can come to church every Sunday. Tudjátok, jöhetünk minden vasárnap gyülibe. God can be in this place. És Isten itt lehet ezen a helyen. And we are just not aware of it. Aztán nem is tudunk esetleg róla. Everything's always the same. Mert mindig ugyanaz minden. We know what's going to happen. Tudjuk, hogy mi fog történni. Start to look with Ido. Kezd ezzel az Ido-val nézni. Start to look at the people. Úgy kezd nézni az embereket. Realize they have a testimony. Hogy neki van egy bizonyságuk. Rájössz. They were once blind, but now they can see. Valaha vak volt és most lát. They were once dead in their trespasses and sins. Hogy a bűnben halott volt és most él. But because Jesus is risen from the dead. Mert Jézus Krisztus föltámadt a halálból. They have found forgiveness.
megtalálták a megbocsátást. There's something happening in the old church. Valami történik az öreg gyülekezetben. There's something happening there where we've been again and again and again. Valami történik, miközben mi újra meg újra meg újra ott vagyunk. Maybe as a young person we sat there and started to go to sleep. Lehet, hogy ott van egy fiatal ember, aztán elalszik közben. Maybe there's a time when we got so bored with everything. Lehet, hogy néha úgy ununk mindent és belefáradunk. God was in the midst. De Isten ott van közötte. And we were not aware of it. És nem is tudtuk. We missed it. Eltévesztettük, nem vettük észre. Dear friend, hanem másképp kellene néznünk. If this is your story. Ha ez a te történeted. I've been here time and time again. I've been here many times. Hogy sokszor már itt voltál. But I'm not getting it. De itt voltam már újra meg újra, és még Let mindig nem kaptam el. Hadd mondjak the neked Lord valamit. Az Úr itt van. Be aware of it. Légy tudatában. You see, Jacob saw angels ascending and descending. Jákob látta az angyalokat föllemenni. He was in the middle of a field. Egy mező közepén állt. This is nothing. This is nothing less than Bethel. És azt mondja, ez nem kevesebb, mint Bétel. He called the place Bethel. Bételnek hívta ezt a helyet. He's under the open heavens. A nyitott menny alatt van. Yeah, he's outdoors. Az az ajtó. And he says, "This is the house of God." Ez Istennek a háza. This is the gateway to heaven. Ez a bejárat a mennybe. And do you know something? Tudsz valami? That tudod? Is a good definition of the church. Ez egy jó meghatározása a gyülekezetnek. The house of God. Istennek a háza. The place where God lives. A hely, ahol Isten él. The place where God works. A hely, ahol the Isten place where dolgozik. God reveals himself. Ahol meg kinyilatkoztatja magát. The place where the heavens are open. A hely, ahol a menny megnyílik. This is the gateway to heaven. Ez egy bejárat a mennybe. And I wasn't aware of it. És nem is tudtam róla. I missed it. Eltévesztettem. Because I was with my natural vision, I was seeing everything as it has always been. Mert a kis természetes látásommal, szememmel néztem, és minden úgy van, ahogy volt. All the people who are here. Ugyanazok az emberek vannak itt. They want to be Christians. Szeretnének keresztények. I can tell you something about these guys. Tudok valamit mondani erről ezekről az emberekről. It's not about that. Nem erről szól. It's about you. Hanem te rólad szól. Seeing what God has done. Hogy lásd, hogy mit tett Isten. Not your assumption. What's that? Not you thinking that must be so, like Mary assumed that Jesus had been stolen. Tehát nem olyan, mint ahogy Mária is gondolta, hogy biztosan ellopták Jézust. But it's coming to the realization that God is in this place. Hanem arra jössz rá, hogy Isten van ezen a helyen. God is resurrecting the dead. Hogy Isten az, aki föltámasztja a halottat. Are you getting it? Are you getting it? És elkapod. Yeah. Megérted. This is the gateway to heaven. Ez a mennybe a bejárat, this church in Pax. Ez a gyülekezet Pakson. Yeah. This is the gateway to heaven. Ez a mennyhez egy bejárat. If you react to the message that is preached here. Hogyha te válaszolsz arra az üzenetre, amit itt prédikálnak. You find your way into heaven. Megtalálod az utadat a mennybe. I want to finish with Ephesians chapter 1. Efezus 1 fejezetével szeretnék This befejezni. This is also very dynamic and dramatic portion of scripture. Ez egy nagyon drámai és erőteljes chapter 1 and verse 3. Efezus első fejezet, harmadik vers. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus, Istene és Atya. Who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing. Aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával. Now in my English Bible there is a full stop. Az én angol Bibliámban itt van egy pont. Now, in the Greek New Testament, a görög új szövetségben, that was written without any punctuation. Nem használták ezeket a no pontokat. No question mark, no exclamation mark, no comma. Nem használtak kérdőjeleket, vesszőket, pontokat. And what I think here, amit itt gondolok, is that we should have a colon. Two dots.
Egy kettős pontra gondolok, hogy az kellene itt következzen. He has blessed us with every spiritual blessing. Megáldott bennünket minden szellemi áldással. Now listen to what these spiritual blessings are. Na hallgass csak, mik ezek a szellemi áldások. He has chosen us in him. Mert before the creation of the world. Ő benne kiválasztott minket magának már a világ kezdete előtt. Hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. To be adopted as his sons. Igen, ahogy fiaivá fogad minket. Yeah. Eldöntötte. He has freely given us grace. Kegyelmet adott nekünk. Verse 7. In him we have redemption through his blood. A hetedik versben pedig a vére által megváltott bűneinkből. And he goes on and on. Megbocsátotta a bűneinket, és megy tovább a felsorolás. Ezek az áldások, amiket Isten adott nekünk. Can you say hallelujah? Tudtok hallelujah-t mondani? These are the blessings that God has given us. Ezek az áldások, amiket Can you Isten see adott them? Nekünk. Látod őket? Are you looking with blepo or with idol vision? Most blepo vagy idol látással látod? Can you see that? Látod ezt? Can you see that? Látod ezt? Well, later in this chapter. Ebben a fejezetben később. In chapter 18. A 18-as versben. He says, I pray for you. Azt mondja, hogy imádkozom értetek. I pray that the eyes of your heart might be enlightened. Hogy a ti szíveteknek a látása fölvillanyozódjon. In order that you may know the hope to which he has called you. This is verse 18. What did you read that last? That you may know the hope to which he has called you. Hogy milyen reménységre hívott el minket. Yeah, the riches of his glorious inheritance in the saints. Hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentekben. And his incomparably great power for us who believe. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk kívül. Paul is saying, here are the blessings. Azt mondja, hogy itt vannak az áldások. Every single blessing in the spiritual realm God has given to us. Minden szellemi áldást nekünk adott. And we read through them. Elolvassuk ezeket. That doesn't move us. És aztán nem indul meg well, a szívünk rajta. Praying for you guys. Akkor imádkozom értetek. I'm praying for you. Akkor imádkozom. That the eyes of your heart might be enlightened. Hogy a ti szíveteknek a látása fölvillanyozódjon. That you might move from blepo. Amikor a blepóról to idol. Az természetes látásból idolba átmozdulsz, átváltozik. Your heart beat faster. Akkor gyorsabban ver a szíved. Or you are crying. That we might see all these things. Hogy lásd olyan dolgokat, amit. Because Jesus has risen from the dead. Jézus föltámadt a halálból, ezért. He's not here. Mert nincs itt. Why do you seek the living amongst the dead? Miért keresed az élőt a halottak között? Jesus is alive. Jézus él. Jesus is alive. Jézus életben van. Hallelujah. He's alive.